Na, szerda, szikrázó napsütés. Én vagyok Pocika, hát megyünk egy galoppot, másfél kört, és mögöttem kicsi turnikivel. Kicsit trappolunk is, megyünk ki a télire. Nem cicózunk. Tízre gyömrön, vagy hol az Istenbe kell lennünk aláírni papírt. Megyünk kifele. Ne. Gyerünk, babá. De jók vagyunk, kim van hét lovam. Hamisztak, szénáznak. Aztán visszajövünk, megcserélem őket, szemeseket jól ledobtam. Mi a fasz gond lehet? Mi gond lehet? Semmi. Gyerünk. Gyerünk, jó, mindig le akar fülön. Itt napoznak a kicsit Palermo, Alikára fölülök még ma. Bírom ki. És ott van hátul Szürike, ott meg a többiek. Na jó, mindjárt sétálunk. Itt séta. Eszméletlen jó idő van. Gyerünk. Voltam Petinél is, rendeltem egy cigit, ugye, és ő is rendelt magának 3000 év valamit, azt mondja, kifizeti, mondom, bolond vagy? Amennyit te segítesz nekem? És elmondtam nekik, de azt mondták, milyen okos vagyok, de ez nem okosság, az meg hát, vagy normál vagyok. Hát aki annak az ember segít, azt megpróbálja viszonozni. Egy cigémet köti a zsinórokat, bármikor szólok neki, családjától veszi el az időt. Persze. Adok, kapok, 1000 éves orosz közmondás. Orosz. Jó, jók vagyunk gyerekek, minden ló szénázik, hamikát megkapták. Mondom, szemeske, még ledoblom a kancaistálóba. Azt megteszem. Jó szemes, hát még ami több, az se baj. És azt cserélek egy padikot, Alikára felülök, gyerünk Csömörre, vagy hova az Istenbe. Önkormányzat, nem tudom, díszok levél átadása Nikinek, valami nagy buli lesz. Ha így megyek, ahogy vagyok, lássák, hogy lovas vagy. Itt van Arnold barátunk, ő se pihen. Szia, Arnikám! Aha, ja, hát így, hogy igen. Lóval a kezedbe, üdvözölünk, szia! Szia neked is! Szervusz, Zolikám, drágám!